Hare Krishna. Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk az áldozati témát. És múltkor beszéltünk, hogy az ember életében nagyon fontos áldozatot hozni. Ma beszélek olyan áldozatokat, mint a tűzáldozattal kísérve vannak, úgy mondják, hogy szamszkárok. Természetesen nem mindig kell tüzet gyűjteni, hogy áldozatot hozzunk. Például, amikor valaki lemond saját kényelmességről másokért, ez is egy áldozat. Azok az emberek, akik másoknak segítenek, ők is áldozatot hoznak. Az az ember, aki mozi helyett foglalkozik ön lelki fejlődésével, önfejlesztéssel, ez is egy áldozat. Szóval sokféle áldozat van. De én elmondom néhány áldozatot, amelyek a védek azt mondják, az ember életében rendkívül legfontosabbak. Az első, ezt múltkor is említettem, Garbhadhana Samskara. Ez ilyen áldozat, amikor a szülei, akik akarják, hogy nagyon nemes lelkű gyerek szülessen, akkor végeznek egyféle áldozatot, mielőtt nemzenek a gyereket, hogy kapja, hát először tisztuljon meg a tudatod, mert amilyen tudatban vagy, és gyereknemzés pillanatában hasonló tudatú lelket bevonzanak a szülők. És ez az áldozat, az teszi lehetővé bevonzani egy nagyon nemes lelket. Aztán utána, amikor terhes van a hölgy, a feleség, akkor ott is van egy ilyen simantanayana, egy ilyen áldozat, ceremónia, ami megvédi a terhes feleséget és a magzatot. Utána van olyan áldozat, hogyha a családja szeretne 100%-ban, hogy fiú szülessen, akkor ott is van egy ilyen tűzáldozat, mert van, hogy pár hónapon belül meg lehet változtatni, fiú vagy lány legyen, és akkor van egy ilyen tűzáldozat, hogy fiú szülessen. Utána, amikor megszületik, akkor van egy tűzáldozat. Természetesen a születési áldozat és a mondjuk nemzeti áldozat még azért fontos, mert akár nemes lélek, de ahhoz, hogy ők akadálymentesen tudjon fejlődni, és még nemesebb legyen, és hogyha van netán valami rossz karmája, az meg lehet változtatni. És ezért van egy születési áldozat. Utána van szamszkárot, nincsen tűzáldozat, de ez is egy fontos, amikor megkapja a nevet, Namakarana, ez a nevem, akkor ott is. Szóval nem csak úgy adnak a nevet, hogy na, akkor nekem ez a név tetszik, és az kapott, hanem asztrológus, a pap, a brámana, aki nagyon tiszta tudatú, ő asztrológia alapján megadja gyereknek a nevét, és mindenféle mantrákkal megvédi és megtisztítja a gyereket. Utána van csudakarana, amikor fülbevalót, a fül átlukasztás, az is fontos kis gyerekeknek. Utána van első gabona, mert mindenki tudja, hogy bizonyos kórik gyerek nem eszik gabonát, de utána, amikor első gabonát eszik, ott is kell, hogy legyenek mantrák, legyen egy szamszkár, egy lelki élmény, és ez minden készíti fel, hogy amikor ez a fiatal ember felnőtte válik, akkor nagyon nemes legyen. Ezért jóságba emelnek ezek az áldozatok a tudatját, mint a gyereknek, mint a szüleit. Miért? Mert ott vannak a mantrák, ő hallja a mantra vibrálását, mert ezek a szamszkárok mindig a mantra segítségével történik. Utána van Upanayana, amikor gyerek megy iskolába, ez is egy ünnep, és ez egy lelki ceremóniával van
összekötve, mert általában most iskolában semmilyen lelki dolog nincs, csak anyagi dolgokat tanulnak a gyerekeket. Egyre jobban elfelejtenek, hogy én lélek vagyok, és egyre jobban elmerülnek a test tudatba. Na most a védikus írások azt mondják, semmiképp nem szabad elfelejteni arról, hogy én lélek vagyok, és ezért minden szamszkár, minden ceremónia adja azt a tisztaságot, hogy tudatos legyél, te egy lélek vagy, és akkor tanulás előtt is ez van. És van esküvő, úgy hívják, hogy Vivaha Karma, az is tűzáldozattal van kísérve, mert ott két lélek, van a férj, ő egy lélek, a felesége, vagy a mennyasszonya a lélek, és ők Isten előtt esküdnek segíteni egymást, szolgálni egymást a lelki fejlődésben, szóval ott is kapnak egy ilyen löketet, egy ilyen szamszkárot, hogy meglegyen tényleg szentelve a ő kapcsolatok. És akkor ott fér, ott megesküszi, hogy ő védeni fog a feleségét, és így tovább. A feleség is esküszi, hogy ő is erényes mindig fog maradni fér iránt, és akkor így tovább. Szóval így láthatjuk, hogy ember életében nagyon sok ceremónia kell, hogy legyen, mert ez minden nagyon-nagyon segít embernek boldogan élni, betegségek nélkül élni, szeretetbe élni, és nem tévedni el a karmában, sőt, lelkileg fejlődni. Rendben, ma egy kicsit így körbevonaloztam nektek, hogy milyen áldozatok vannak, de még nincs vége, még van többféle más is, akkor erről majd beszéljünk a következő videóban. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek lájkolni a videót. Sok boldogságot kívánok nektek, Hare Krishna! Hare Krishna!